Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban az Optimum No Rinse nevezetű szert fogjuk kipróbálni, mint síkosító a gyurmához. Ez sok mindenre jó, de most kifejezetten a gyurmázáshoz fogjuk megnézni, mint síkosító. Ugye azt mondja, hogy körülbelül olyan 256 az 1-hez, vagy hát 1-256-hoz arányba lehet ezt hígítani. Úgyhogy meglátjuk, hogy mihez fog kezdeni. Gyorsan neki is állok, mert közben szépen jön fel a nap, úgyhogy minél többet tudjak árnyékba dolgozni. Utoljára körülbelül egy olyan jó másfél éve volt gyurmázva. Közben elbújtam a garázsba, mert feljött már nagyjából a nap, a félkocsit már nem takarta volna be az árnyék. Úgyhogy még gyorsan befejeztem, mielőtt feljött a nap a gyurmázást. Hát most arról nem mutatok videót, a túloldala, meg a hátulja, meg a teteje teljesen ugyanúgy van gyurmázva, mint amit láttatok része. Nem is az a lényeg, hanem az, hogy mi a véleményem az Optimum No Rinse nevezetű szerről, vagy ONR, ahogy azt hívják máshol. Igazából teljes mértékben elégedett vagyok vele. Ilyen jó kis, szerintem meggyes illata van. Nem vagyok benne biztos, hogy jól éreztem, de nekem meggynek tűnt. Úgyhogy az illatával teljesen ki vagyok egyezve. Eléggé jól síkosította a felületet, úgyhogy szépen lehetett gyurmázni. A gyurma csak úgy siklott mindenütt. Nem is volt egyébként annyira koszos a felület, hogy nagyon sok mechanikai tisztítás kellett volna, de azért néhány helyen, főleg ugye a panelek alsó részén úgy lehetett érezni, hogy na, egy-egy helyen úgy megfogja. Na de, 100 szónak is egy a vége. Igazából nyugodt szívvel tudom bárkinek ajánlani, majd egyéb felhasználási módjairól is
csinálok még videókat, csak most így hirtelen ezzel kezdtem, mert hamarosan felpolírozom a kis fókát, úgyhogy éppen most ennek a folyamatában vagyok, úgyhogy ezért veszem különböző részeket most fel. Úgyhogy majd másik videóban látjátok még az ONR-t visszatérni. Valakinek rossz hír, megy a mentőhelikopter. Sajnálatos. Na de. Jobb. Az a lényeg, hogy akkor ez a videó ezzel véget is ért. Nyugodt szívvel ajánlom, vegyétek, vigyétek. Síkos, jó az illata, könnyű vele dolgozni. Úgyhogy ennyi is. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk a következőben. Sziasztok!